Ahol most állunk, az a Krosszkovácsi Ring nevű mountain bike cross country pálya. Nagykovácsi határában vagyunk, megfelelő engedélyek birtokában egy olyan pálya áll rendelkezésre, amelyen sportolni lehet, anélkül, hogy erdészeti, természetvédelmi, önkormányzati vagy egyéb hatósági engedélyek nélkül partizán módszerekkel csinálnánk egy pályát, mint ahogy nagyon-nagyon sok helyen, Budapest környékén és vidéken is létrejöttek ilyen pályák. Nem jelenti azt, hogy engedélye van a pályának, hogy itt bárki bármit szabadon tehet és csinálhat. Sőt, azt kell, hogy mondjam, azzal, hogy mi a pályára engedélyt kaptunk, ezzel gyakorlatilag még egy plusz feladatot rótunk az itt mellettünk lévő erdőterületre, tehát sokkal többen jönnek ki ide, sokkal többen próbálnak hódolni a szenvedélyüknek, ezzel együtt megnőtt a forgalom, és ezt mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy csak normális, értelmes körülmények között megfelelő sebességgel, odafigyelve a mögöttem lévő táblán látható figyelmeztetésekre lehet kerékpározni ezen a pályán, úgy, hogy tudomásul kell venni, hogy ez nem egy zárt terület, nem egy zárt pálya. Itt előfordulhatnak erdőlátogatók, gombagyűjtők, turisták, lovas turisták, helyi lakosok, akik szeretnének kimenni a szabadba egy kicsit kirándulni. Az első és a legfontosabb, mikor ide érkezik valaki, hogy a mögöttem lévő táblát figyelmesen olvassa el. És ha ez megvan, akkor tegye meg azt, hogy csinál egy pályabejárást. Elindul a kék jelzésen vagy a piros jelzésen, nálunk a kék jelzés azt jelenti, hogy egy könnyű pálya, pont azért találtuk ki, hogy akár egy apuka a 10-12 éves gyerekeivel is le tudja kerékpározni, nincsenek benne nagyon nagy emelkedők, nincsenek benne speciális elemek, nincsenek benne döntött kanyarok, ugratók és droppok, semmi olyan nincs benne, amit ne lehetne egy átlag kerékpárosnak teljesíteni. A pirossal jelölt, piros nyíllal jelölt pálya, az viszont kimondottan a sportolásra alkalmas. És hozzáteszem, hogy nem kimondottan a lejtőzésre, a downhill sportra, vagy az e-bike-kal történő lejtőzésre. Ez a pálya, ez egy cross-country pálya. Nagyon fontos, hogy mindenki megfelelő sebességgel járja be a pályát, tegye magáévá ezeket a kanyarokat, tudja, hogy mi következik 100 vagy 200 méter múlva, és akkor lehet Isten igazából ezt a pályát élvezni. De ezen kívül, mivel előbb már említettem, hogy ez egy nem zárt pálya, minden kereszteződést jelölünk, minden fontosabb kereszteződés jelölve van egy fehér alapon egy fekete X-el, illetve van fölötte egy felkiáltójel. Ha a kerékpáros ilyet lát, akkor le kell lassítani és körül kell néznie. Nyilván ez egy versenyen le van szalagozva, versenybíróval van ellátva az ilyen pályaszakasz, vagy az ilyen kereszteződés, és akkor természetesen a versenyző teljes sebességgel mehet. De az edzés folyamán ez nem tehető meg, itt körültekintőnek kell lenni, jelzett turistautat keresztez a pálya. Természetesen ezt is úgy próbáltuk kialakítani, hogy a jelzett turistaút kereszteződésnél kitettünk táblákat mind a turisták számára, mind a előbb említett jelzéseket a kerékpárosok számára. Tehát ha mindenki egy kicsit odafigyel, megtorpan egy picit a turista és körülnéz, akkor biztos, hogy nem történhet semmilyen baleset. Én azt gondolom, hogy legalább a pályát használó kerékpárosok 90%-ánál megfelelő ez a hozzáállás. Egy csekély százalék van olyan, aki ezt kicsit másképp gondolja, vagy másképp értelmezi. Ezeknek mindig azt szoktuk mondani, hogy azért ez nagyon rontja a kerékpározás imázsát, nagyon rontja a terepkerékpárosok megítélését. Mi sem szeretjük ezt Isten igazából, ha valaki úgy jön ki erre a pályára, hogy ő és csak is ő van egyedül az erdőben. Ezt tudomásul kell venni, amit előbb elmondtam, hogy itt más funkciókat is ellát az erdő, és ezekkel együtt kell élni. Azt szeretném kérni minden erdőlátogatótól, hogy az erdőlátogatás írott és íratlan szabályait tartsák be. Ezeknek a közösségeknek, akik az erdőt látogatják, tekintettel kell lenniük egyrészt magára az erdőre, a természetre, és tekintettel kell lenniük egymásra is. Fontos, hogy a gyalogos és a kerékpáros, illetve a lovas, vagy akár a babakocsitoló édesanyja meg tudjon férni egymás mellett az erdőben, ehhez viszont kölcsönös odafigyelés és megértés szükséges.